tanévnyitó a karácsfalvai Sztojka Sándor görögkatolikus líceumban. Görögkatolikus ifjúsági fesztivált rendeztek Tiszacsomán. Első ízben szerveztek angol nyelvű hittantábort Sislócon. Ezek a hitélet témái a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye mai műsorában. Kezdetét vette a 2019-2020-as tanév a karácsfalvai Sztojka Sándor görögkatolikus líceumban. A tanévnyitó ünnepség hagyományosan szent liturgiával kezdődött, amelyen az iskola minden diákja részt vett. Ebben a tanévben új osztályokkal bővült az intézmény, így jelenleg 124 tanulója van a líceumnak. Karácsfalvai Sztojka Sándor görögkatolikus líceum 2003-ban nyitotta meg kapuit a kárpátaljai magyar görögkatolikus fiatalok előtt, mert az is természetes, hogy nem csak görögkatolikus fiatalok tanulnak nálunk, hanem a Kárpátalján élő magyar nemzetiségű római katolikus és református testvérek is tanulnak itt az iskolánkban. A megalapításának elsősorban az volt a célja, hogy lehetőséget biztosítson azoknak a tehetséges kárpátaljai magyar, elsősorban görögkatolikus felekezetű gyerekeknek, akik szeretnének kezdeni valamit az életükkel, és egy olyan kibontakozási lehetőséget próbáltak kialakítani, ami méltó ahhoz, hogy gyakorlatilag mindennel felvértezzék a gyerekeket, és innentől kezdve úgy induljanak neki az életbe, hogy ezek a képességek már megvannak nekik. A templomi szertartást követően az oktatási intézménybe újonnan felvételt nyert diákok esküdtettek. Megfogadták, hogy a szorgalmas tanulás mellett hívő, becsületes magyar fiatalokként viselkednek. A líceum elveihez hűek maradnak. Tóth Jenő intézményvezető ünnepi beszédében arra buzdította őket, hogy kitartóan tanuljanak az ismeret elsajátításáért. Tartsák szem előtt, hogy a megszerzett tudásnak értéke van, s ha nem sikerül egy vizsga, dolgozat, ne adják fel, legyenek mindig állhatatosak. Több, mint iskola, ez a szlogenünk, és az egyik mottunk pedig, hogy ne félj, csak higgy. Tényleg több, nem jobbak, tehát nem kell félreérteni bennünket, de valamivel többek vagyunk. Ugye ugyan nem csak oktatunk, hanem nevelünk is. És nem úgy nevelünk, mint általában egy civil állami iskolában, hanem azért fontos a hitünk. Fontos az az alapvető 2000 éves erkölcs, Krisztus tanított bennünket, és ez az alapja mindennek. Tehát az, hogy szeressük egymást, az, hogy ez a szeretet megjelenjen a hétköznapjainkban is, nem csak a templomunkban, hanem a hétköznapokban és a civil életünkben is, és erre oktatjuk, erre neveljük a diákjainkat, és ez persze megjelenik úgy az oktatásban, a nevelésben, a kollégiumi ellátásban is, a többi. Tehát az életünk bármelyik részén, ami a liceumot érinti. És hála jó Istennek, hogy végre eldöntöttük, hogy nyitunk lefelé, 5.-6. osztály. Tehát nem titok, előre szeretnénk egy kicsit futni, előre szeretnénk egy kicsit menekülni. Ki tudja, hogy mi lesz az oktatás ügy terén itt Kárpátalján-Ukrajnában. Hál' Istennek 13 fővel nyitottunk 5.-6. osztályt, és az, ami megerősített bennünket, amit visszacsatolásként vagy jelzésként megkaptunk a független teszteléseknél, az eredmény egyébként büszkeségre ad okot. Az összes kárpátai iskolák, tehát az ukrán és a magyar kárpátai középiskolák közül 24-ek lettünk az eredmények alapján, és a kárpátai magyar középiskolák között pedig az elsők. 2018-19-es tanévben eredményesek vagyunk, hála jó Istennek, és szeretnénk ezt az eredményességet megtartani.
A liceum végzősei keserédes szívvel álltak az új, egyben utolsó tanévük kezdetéhez. Izgalommal tekintenek a nagy megmérettetésre, amit az érettségi tartogat számukra, de szomorúak, hogy liceumi éveik boldog, barátságokkal átszűtt szakasza végéhez közeledik. Az intézményben negyedik évet tanulok, Mezőgecsébe jöttem, és nagyon jól érzem magam, és egy kicsit szomorú is vagyok, mert sajnos ez az utolsó évem, és már jövő ilyenkor már nem itt fogom folytatni a tanulmányaimat. Közelebb kerültem Istenhez, meg itt tényleg odafigyelnek arra, hogy nem csak megvan a neve, hogy higgyünk Istenbe, hanem tényleg odafigyelnek rá. Lelki napok szoktak lenni, milyen lelki beszélgetéseken, amin ki tudjuk önteni a lelkünket, szívünket, és így sokkal jobban érezzük magunkat. Budapestre szeretnék a Semmelweis Egyetemre felvételizni, szülésznőgyógyásznak vagy ápolónőnek. Szerintem a legfontosabb erénnyel a hit által gazdagodtam, mert a liceum nagy tartást tesz a hit felé, és ezért nálunk is vannak parakliszok, vecsenyék, és ezáltal a közösséget így egyesíti, és együtt imádkozunk, és együtt fohászkodunk, ami szerintem nagyon fontos a mai világban, mert a mai rohanó világ így szétválasztja az embereket, és ezért fontos, hogy megtartsuk a hitünket. Ezután, a tanév után én úgy tervezem, hogy mérnöki pályára szeretnék menni, és ahogy a Jóisten adja, hogy egyetem után hova jelentkezek, talán dolgozni, nem tudom hova, Magyarországba, szívesen maradnék Kárpátalján, megőrizni azt, ahol születtem, és a magyarságomat. A nagymúltú intézmény diákjai Kárpátalja különböző pontjairól érkeznek, és az érettségi megszerzése után meg annyi irányba sodorja őket az élet. Viszont az a lelkület, azok az élmények, a közösség, amiben itt volt részük, örökké meghatározza őket és a világról alkotott képüket. Következő helyszínünk Tiszacsoma, ahol a görögkatolikus ifjúsági szervezet fesztiválján veszünk részt. Majd az első ízben megszervezett Sislóci angol nyelvű hittantáborról hallhatnak műsorunkban. Szent István napi búcsúval és körmenettel méltatták az államalapítást Tiszacsomán. Az ünnepség szerves részét képezték a görögkatolikus ifjúsági szervezet és a Prokultúra Subkarpatika programjai. A helyi közösségnek mindig is fontos volt az államalapító ünnepe, hiszen a görögkatolikus templom 2009-ben való felszentelésekor Szent István erekét, koponyájának egy darabkáját helyezték el benne. Amikor 1993-ban megszületett az a döntés, hogy a régi iskola kápolnából átalakított templom helyett egy új templom fog épülni. Akkor a történet úgy szólt, hogy építenek egy templomot, és aztán majd lesz, ahogy lesz. Aztán közben, amikor már félig álltak a falak, úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy merészhúzást. Próbáljuk a magyarországi bíborostól Szent István erekét kérni. És akkor a templomot eleve színeváltozás tiszteletére augusztus 6-ára szentelték, és akkor, mivel Viboros úr eleget tett a kérésünknek, püspökünkön keresztül, sőt, személyesen is eljött meglátogatni a templomot már, amikor tető volt rajta, püspökünkön keresztül Szent István koponyájának egy aprócska ereke darabját adta, ami most ott látható a templomnak az ikonosztázionjában, az egyházközségnek. És akkor, hát én akkor arra szerettem volna ezt az egészet felhasználni, hogy a görögkatolikusság szempontjából, hiszen Szent István és a keleti egyház nem álltak távol egymástól, hogy valahogy ez az egész dolog ilyen búcsúszerűségé váljon. És nagyon örülök annak, amikor nagyon örültem annak, amikor tavaly a főiskolának a civil szervezete megkeresett bennünket, illetve Orosz Ildikó rektorasszony megkeresett bennünket azzal az ötlettel, hogy nem lehetne ezt a kettőt összekapcsolni, az ő rendezvényüket, illetve a mi Szent István erekéhez kapcsolódó templombúcsunkat. És akkor így indult el ez a tavaly is ez a dolog, hogy az ifjúsági szervezetünk, fiatalok, aztán többi kézműveskedés és más elfoglaltság, ami az egész családot leköti. Hozzátartozik a dolog teljességhez az is, hogy a Görögegyházon belül a Szent István napnak, legalábbis itt Kárpátalján, nagyon sok egyházközségben nem volt hagyománya.
Tehát azért alapvetően nekünk tudtak az emberek róla, tudták, ugye a televízió mutatta, de mégiscsak nekünk az elejéről kellett indulni, egyházközségekbe valamiképpen ezt elindítani, a hívek fejében ez most is egy folyamatban lévő dolog, hogy eljussanak arra, hogy van egy Szent István, van egy magyar király, akinek bármilyen távol is álljunk mi a határnak az innenső oldalán, vagy éppenséggel bármilyen közel, nekünk közünk van hozzá, örökségének a részei vagyunk, és hát a határ lehet, hogy elválott bennünket, de azért Szent István révén mégiscsak egy összetartozás jellemez bennünket. A görögkatolikus ifjúsági fesztivált idén második alkalommal a Prokultúra Szubkárpátika Szent István napi ünnepségének programjaival kötötték össze. Az ifjúsági szervezet elsősorban az egésznapos esemény lelki részéért felelt. Így került sor a Szent Liturgiára, és azt követően a körmenetre is. Amikor 2012-ben, 12 elején leültünk tervezgetni az évet, akkor úgy jött az ötlet az egyik fiataltól, hogy szervezünk egy Szent István napi rendezvényt, és akkor találtunk neki egy nevet, és mondhatjuk az első ilyen nagyobb programunk, amikor megpróbáltunk vendégeket hívni, aztán nagyobb csoportokat összehozni, és hogy adta magát a lehetőség, hogy itt Tiszacsomán van egy honfoglalási emlékpark, van egy Szent István erekje a templomban, és akkor hát ez a helyszín. És akkor nem is értették, mert ugye, tehát itt így nem volt kint se áram, se víz, semmi, hogy miért pont idejünk, miért nem megyünk egy olyan helyszínre, ahol van áram, van víz, és tehát mondtuk, hogy ezt nem lehet pótolni, máshol nincs honfoglalási emlékpark, máshol nincs Szent István erekje, hát nekünk itt kell lennünk, és akkor a sok-sok izzadságos munkával, de 12-ben rendeztük meg, vagy tartottuk az első Szent István napunkat, a Görfesztet. Azt hiszem nagy-nagy élményeken mentünk haza, tehát hogy sok-sok fiatal, lelkes fiatal, és úgy érezte mindenki, hogy na most tettünk valamit. Elfáradtunk, dolgoztunk, de úgy éreztük, hogy volt értelme. Tehát így kezdtük az egészet, és azóta is egy fontos nap ebben az évben is fontos nap számunkra. Igények mindenképp változtak. Tehát a fiatal körében látjuk, hogy az a vonal, amit megpróbáltunk a kezdetekkor kialakítani, hogy nemzeti értéket, lelki tartalmat vigyünk bele, azt láttuk egy picit, hogy ez talán kevés, kell egy picit lazítani rajta. És összintén szóval mi görcsöltünk is rajta elég sokat, hogy hát pont mi egyházi szervezetként kell, hogy ezt belevigyük, és úgy. Tegnap fogalmaztam meg a feleségemnek, hogy a Jóistennek a gondviselése, hogy amikor mi kerestük, hogy most hogyan tovább, tehát mit tudunk, hogyan tudjuk máshogy alakítani, hogy tényleg ne öncélú programunk legyen, hanem másokat is idehozzon, akkor ugye adta magát a lehetőség, hogy akkor szervezzük most együtt. És akkor így megtaláljuk, mindenki megtalálja maga saját részét, tehát mi is a lelkiség oldalát megtaláljuk azokat a programokat, ahol családokkal vagy gyerekekkel tudunk foglalkozni, és így megmarad az a része is a csapos, sőtől kezdve a vízslég, ami másnak is fontos lehet, tehát hogy így mindenki megtalálja sajátját, és azt hiszem, hogy van egy közös, ami miatt itt vagyunk, de és azon felül mindenki keresi a saját részét benne. Nagyon örülök annak, hogy a Szent Liturgián igenis fiatalok vesznek részt, és sok fiatal vesz részt. Már reggel jó volt látni, reggel 8 óra, egy picit korán jöttünk, tehát ugye be azt hittük, hogy sokkal több munka lesz, de nem volt annyi munka, amit ahogy terveztük, de jó volt látni, hogy több mint 20 fiatal már reggel 8:30-tól itt van, és ők azért jöttek, hogy segítsenek. És aztán jó volt látni, hogy ott vannak a szertartásokon, hogy imádkoznak, hogy a szokásos fesztiválos programok mellett a lelki tartalom is úgy megjelenik, és erre van igény. Ez a kezdeményezés már jó pár évvel ezelőtt indult, és azt akartuk, hogy nyár folyamán egy ilyen ünnep alkalmával összefogjuk az egyházkerületünkben lévő görögkatolikusokat. Ugye Szent István naphoz kötöttük ezt, hiszen Tiszacsomán ez templombúcsú ünnepe is, és hogy itt van a honfoglalási emlékmű, és így próbáltuk valahogy egy kicsit összefogni itt a nyárban, a nyár közepén a görögkatolikusot idehozni Tiszacsomára. Az ifjúsági szervezetünknek, a GISZ-nek rengeteg programja van évről évre. Próbáljuk a fiatalokat kiszolgálni, különböző rendezvényeket, programokat szervezni számukra, és pont itt a nyár közepén évről évre azért rendezzük meg ezt, mert úgy érezzük, hogy Szent István örökségéhez tartozunk mi is. A GISZ sátrában kézműves foglalkozásokkal, játékokkal szórakoztatták a fiatalokat. Csirpák Viktória gyertyasodrást és díszítést tanított a gyermekeknek.
Gyertyát sodrunk viaszlabból, és díszítjük kellőképpen ki, hogyan szeretné, csipkéből, rózsából és ilyen gyöngyökkel. Amit még hoztunk magunkkal, ezek a mézes kalácsok, amik itt láthatóak. Szent István napi kézműves foglalkozást tartottunk Salánkon, és onnan, ami maradt a címeres mézes kalácsokból, azokból hoztunk még. A Csóri Sándor kulturális alapnak köszönhetően Salánkon ebben az évben számos kézműves foglalkozásra került sor, és most ebből hoztunk egy ízelítőt ide. A gyertyasodrás az az egyszerűbb kivitele a gyertyakészítésnek, hiszen csak fel kell sodorni. Kész viaszlapokkal dolgozunk, amikbe beleolvasztjuk a kezünk melegével a kanócot, és felsodorjuk, és már csak díszíteni kell. Tehát ez pikpak nagyon gyorsan készen van, és örül mindenki. Az egyházi dolgokból kifolyólag is a gyertya az fontos szerepet játszik az élet, nem csak az életünkben, hiszen végig kíséri az életünket. A születéstől ott van az első áldozó, a születésnapokon, az esküvőkön és a templomi szertartásunkon. Minden egyes imánál gyertyát gyújtunk, és ezért így jött az ötlet. Először gyertyaszentelő boldogasszonyra készültek a gyertyák, aztán meg minden ünnepre. A gyermekek színes attrakciókon szórakozhattak, pingpongozhattak, de aki maradandó emléket akart hazavinni, az egyedi hűtőmágnest is készíthetett. Hűtőmágneseket lehet csinálni, akár liceumos, akár saját rajza. És milyen gép van a kezedben? Ez hogy működik? Hát nem olyan bonyolult, egy kicsit úgy néz ki, de csak így forgatni kell, aztán felveszi, jön a mágnes, és kész is. Itt van egy ilyen korong, az alap, aztán rámegy a kép a mintával, és egy védőfólia. Itt ez felveszi, aztán jön a mágnes. És kész is. A fiatalok idén is örömmel vettek részt a Görfesten, hiszen ezen a rendezvényen a szórakozás mellett Szent István királyunkra, hagyatéka által a nemzettudat erősítésére is figyelmet fordítanak. A görögkatolikus ifjúsági szervezet programjai mellett pedig a Prokultura Subcarpatica kirakodóvásárral, ízletes ételekkel és színvonalas fellépőkkel várta az érdeklődőket. Kirándulással ért véget a Sislóci Görögkatolikus Egyházközség angol nyelvű hittantábora. A program során a gyermekek előadásokat hallgattak, igéket tanultak, játszottak, szórakoztak. A tábor befejezéseként pedig a résztvevők az Ungvári Szabadtéri Néprajzi Múzeumba kirándultak. Elsődleges célunk a hitoktatás volt, hisz egyházközségünk már többször szervezett hittantábort, és úgy gondoltuk, hogy ennek is főként a hitoktatás legyen a célja, egy hittantábornak a levezetése. Különböző játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, énekekkel készültek a szervezők, amelyeket angolul sikerült levezényelnünk, és sőt, azt mondanám, hogy nem csak énekek voltak, hanem imádságok is. Főleg a Mi Atyánkot próbáltuk angol nyelven megtanulni, illetve az Uram irgalmazt, vagy valamilyen más imádságokat, és akkor ezeket a gyerekek, hogyha megtanulták ugye fejből, akkor ez már számukra, ez már rögzült. Nagyon sok gyerek még nem lát a skanzent, nem volt itt, sőt, a város központnak a nevezetességeit még nem kereste fel. Ezért úgy gondoltuk, hogy a tábor, a hitantáborunknak a zárása az akkor lenne a legjobb, hogyha egy kirándulással tudnánk befejezni, és a helyszínt pedig azért választottunk, hogy a gyerekek akkor megismerjék úgymond a történelmünket, ami nagyon közel áll hozzánk, hisz gyakorlatilag ez a miénk. Tehát Kárpátalján élünk, és ez a múltról beszél, tehát rólunk is beszél. A tábor két héten keresztül zajlott a Sislóci parókia udvarán 6-14 éves iskolások részvételével.
A foglalkozások magyar és angol nyelven folytak, így elősegítve az anyanyelv mellett a világnyelv gyakorlását. Minden reggel imádkoztunk, és próbáltuk a gyerekeket arra tanítani, hogy legyenek hálásak a Jóistennek. Először egy magyar éneket tanítottunk nekik, mert itt sok gyereknek még a magyar olvasása is egy kis nehézsége van, és akkor arra fektettük a hangsúlyt, hogy minden nap hálát adjunk a Jóistennek, és akkor az egyik nap megkértük a gyerekeket, hogy mondják el, hogy miért voltak hálásak az egész hét során, és akkor azt felírtuk egy lapra, így angolul lefordítottuk, azt is így kiraktuk a gyerekeknek, hogy mindenki lássa, hogy milyen sok dologért lehet hálásnak lenni. Hát a gyerekek amúgy szerették a játékokat, nagyon sokat játszottunk velük, tehát az volt a fő cél, hogy így megérezzék, hogy mi szeretjük őket, itt biztonságban vannak nálunk. Az angol játékokat is így, főleg így a számokat, a színeket, ezeket az egyszerűbb dolgokat gyakoroltuk velük, mert ugye itt 6 évestől van, 14 évesig. Az egyik ilyen tematikánk az meg az volt, hogy a Bibliából felolvasunk egy-két részt, például a teremtés történetét, és akkor azt angolul felolvassuk, a gyerekeknek azt le kell rajzolniuk, de lefordítottuk velük a szavakat, megint csak értelmeztük, hogy Isten miket teremtett melyik napon, és akkor azért is így sok idő elment, így 2 órán keresztül a gyerekek lelkesen rajzoltak, ugyanúgy gyurmászunk is velük. A tábori alkalmakat külön témaköré szervezték. Ehhez alakították a bibliai történeteket és a vidám játékokat is. A hála volt az, ami köré szerettük volna építeni így a tábort, és például ilyen énekeket is tanultunk velük. Volt egy imádság, amit minden reggel elénekeltünk velük, meg a nap végén is. És volt a végén is egy olyan feladat, az első hét végén, hogy mindenki felírhatta egy lapra, angolul segítettünk nekik lefordítani, hogy miért hálásak. Például sokan írták a családjukat, azt, hogy új barátokat szereztek a táborban, aminek nagyon örültünk, mert ez is volt az egyik célunk, hogy új barátokat, kapcsolatokat alakítsanak, és így egy kis közösséget építsünk. A Sislóci Egyházközség rendezvényén naponta több mint 25 gyermek vett részt. Voltak köztük helyiek, és a környező falvakból is érkeztek táborozók. Ez egy nagyon jó tábor volt számomra. Sok új barátot ismertem, és csak magában is egy jó tábor volt. De mi az, amiért hálát tudnál adni? Én azért tudnék hálát adni, hogy sok új embert megismertem, és közelben kerültem az Istenhez. Az idén első ízben megszervezett tábor nagy sikernek örvendett az iskolások körében, így az egyházközség lelkesen áll a következő angol nyelvű hittantábor megszervezéséhez.